2019. február 25-én újra összegyűltünk, hogy megemlékezzünk a kommunista diktatúra áldozatairól. Elkeserítő, reménytelennek tűnő állapot, hogy halottak. A szabadságuktól megfosztottak milliói, megalázottak és megszomorítottak, százmillióinak dokumentált sors története ellenére, Ma is léteznek kommunista gyökerű pártok Európában. 2019-ben az a helyzet, hogy az Európai Bizottság elnöke nem veszíti el azonnal az állását, ha Marx szobrot avat Németországban, ahol mellesleg ünnepi megemlékezést tartottak Európa marxistái. Ma van a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Ez az emléknap olyan, mint egy gyilkos vírus elleni oltóanyag. Magunkat és az utánunk következő nemzedékeket tesszük általa immunissá. Immunissá tesszük őket a totális diktatúrák mérge ellen. Ebben az oltóanyagban százezrek szenvedése állt össze ellenanyaggá. Ezért nem kaphat el bennünket újra a kommunista ragály. Üzenem hát innen Budapestről, van elég adagunk, hogy egész Európát kigyógyítsuk. Nem lehet vitatni, hogy a 80-as évek gulyás kommunizmus alatt a nyugat-európai országok baloldali értelmisége már aktív kapcsolatot alakított ki az akkori baloldali magyar értelmiséggel, így nem véletlen, hogy nyugaton az úgynevezett keleti blokk kommunista múltjának megítérése nem egyezik az én világképemmel. Sokuk számára megmaradt a hamis idea, az eszme, a maga ködös, és valljuk be a valósághoz egyáltalán nem hasonlító képével. Pedig a kommunizmus nem jól hangzó szózatokból építették fel, hanem az áldozatok szenvedéseiből. Hosszú út vezetett idáig, de ma itt vagyunk. Újra egy közösséghez tartozunk, és egy olyan Európában akarunk élni, ahol a kölcsönös tisztelet nyomán a mai nap nem csak közép-kelet-európa ünnepe, de a kölcsönös szolidaritás nyomán egész Európáé, hiszen ahogy minden diktatúra, egy a kommunista diktatúra áldozatainak fájdalmában is osztozunk.